street food, steak koncertek, szabadtéri mozi, idén is megszervezik a Sziget közpikniket a Vártónál. Visszaállt a parkolási és behajtási rend, folyamatosan ellenőrzi a behajtási engedélyeket a rendészet. Lejátszotta első edzőmérkőzését a Maderson Mosonmagyaróvár, a magyar ifjúsági válogatottat fogadta a Mosonmagyaróvár. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. 3 napon keresztül ismét a szórakozásé lesz a főszerepe a Vártónál, bár szigorú védelmi intézkedések mellett, de idén is megtartják a Sziget közpikniket július 24-e és 26-a között. A hétvégén food truck show-val, steak koncertekkel, gyermekprogramokkal, vásárral és szabadtéri mozival készülnek a szervezők. A fesztivál az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A tavalyi évben szervezték meg először hiánypótló rendezvényként a Sziget közpikniket, aminek főszerepébe a gasztronómia és a street food kerül. Az idei programok július 24-én pénteken kezdődnek a Gurula város első rendezvényével. A résztvevők 18 órakor indulnak az UFM arénától, majd a tervek szerint 19 órakor érkeznek a Vártóhoz. Ezt követően 7:30-tól a Tosoda Project nyitja meg az idei rendezvényt steak koncertjével, majd az este folyamán mozi is lesz. Mindemellett természetesen az ételeké lesz a főszerep. Az idei évben is a Magyar Street Food Egyesület tagjai várják majd a vendégeket a food truck show-n. A tavalyi évhez hasonlóan szinte majdnem ugyanazok a kamionok fognak, vagy food truckok jönnek hozzánk. Egy-két változás van, de az a felhozatal, amit tulajdonképpen tavaly megszokhatott a nagyközönség, az ugyanúgy várja a mai vagy a mostani rendezvényre az embereket. Szombaton aztán 10 órakor kezdődnek a programok vásárral, gyermekprogramokkal, interaktív zenei foglalkozással. A gasztronómia mellett folytatódnak a steak koncertek is. Fellép többek között az Éretlenek zenekar, Takács András és Tomasics Kata, 22 órától pedig ismét mozival várják az érdeklődőket. A vasárnapi programok szintén 10 órakor kezdődnek, majd a szombati naphoz hasonlóan vásárral, gyermekprogramokkal, steak koncerttel várják az érdeklődőket, a napot pedig ismét mozival zárják majd. A rendeletek értelmében 500 fő alatti rendezvényeket meg lehet tartani, a szervezők pedig nagy hangsúlyt fektetnek az előírások betartására. Szabályok úgy engedik meg, hogy 500 fő alatti rendezvényt meg lehet tartani, úgyhogy próbálunk erre figyelni, hogy limitálni a látogatószámot. Bízunk abba, hogy azért annál többen lesznek, de a 3 napra megpróbáljuk úgy elosztani a látogató és a vendég közönséget, hogy kényelmesen és tényleg azt a szociális távolságot, ami kötelező, azt meg tudjuk tartani. A második Sziget közpiknik tehát pénteken 19 órakor nyitja meg kapuit a Vártónál. A részletes program elérhető a rendezvény hivatalos közösségi oldalán. Mosonmagyaróváron is visszaállt a díjköteles parkolás és behajtási rend július 1-től a veszélyhelyzet megszűnésével. A Mosonmagyaróvári önkormányzati rendészet felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy akik eddig csak e-mailben jelezték behajtási engedélykérelmüket, azok személyesen is fáradjanak be a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Parkolási csoportjának Vízpart utcai épületébe ügyfélfogadási időben, mivel a behajtási engedélyek meglétét a rendészet munkatársai folyamatosan ellenőrzik. Ismét földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek Mosonmagyaróváron július 21-én és 22-én a napnyugta utáni időszakban. A készítmény a kijuttatott mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A lakosságot továbbra is arra kérik, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján gyűjtsék össze, vagy takarják le azokat. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. Több mint 4 hónap után ismét pályára lépett a Maderson Mosonmagyaróvár csapata, és lejátszotta első edzőmérkőzését.
Ezúttal a magyar ifjúsági válogatottat fogadták a Moson-Magyaróvári kézilabdás hölgyek az UFM arénában pénteken. A Sziget köz sport összefoglalója következik. 4 hónapos kihagyás után lépett ismét pályára a Maderson Moson-Magyaróvár, amely a magyar női ifjúsági válogatottat fogadta az UFM arénában. Korosztályos nemzeti csapatunk a szeptemberi horvátországi világbajnokságra készült, amelyről hivatalosan a találkozó alatt derült ki, hogy nem rendezik meg, a koronavírus miatt bizonytalan időre elhalasztja a Nemzetközi Szövetség. A feketében játszó óvári csapatban ezen a mérkőzésen mutatkoztak be az új játékosok. Szemerei Zsófi, Tóth Eszter, Kovács Patrícia és Sirján Szederke játéka is jó benyomást keltett a nézőkben. Az 5. új szerzemény, Strandik Zsófia egy kisebb sérülés miatt még csak a kispadról figyelte a társakat. A 3x25 perces mérkőzés első periódusában fejfej mellett haladtak a csapatok. Zsigmond Panna remekül védte az ifjúsági válogatott kapuját, és mindkét oldalon voltak szép megmozdulások. Az első pihenőre egy gólos, 12-11-es Moson-Magyaróvári előnnyel vonulhattak a csapatok. A második játékrészben aztán az MKC érvényesítette rutinját és fizikai fölényét. Ezt a 25 perces etapot 15-8-ra nyerte meg Gyurka János csapata. A záró felvonásban mindkét edző lehetőséget adott az összes játékosának. A mérkőzést végül 41-33-ra nyerte meg a Maderson Moson-Magyaróvár, de a végeredménynél sokkal fontosabb volt, hogy mindkét csapat számára nagyon hasznos volt a találkozó. Főként a feladat az volt a lányok részére, hogy a védekezésben megállító falutokat alkalmazni. Középtávoli zónáig védekezzünk csak, a keresztmozgásokat pedig próbáljuk falutokkal megállítani. Ez többé-kevésbé sikerült. Értelemszerűen, ha most mindent jól csinálnánk, akkor nagyon nagy baj lenne. Mindenkinek próbáltunk játék lehetőséget adni. Többé-kevésbé sikerült. Volt, aki kevesebbet volt a pályán, volt, akinek értelemszerűen nagyobb volt a játék lehetősége. Nagyon hasznos volt, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni, mert nem szokvány, hogy egy ifjúsági válogatott ellen NB1-es csapat játszik. Külön öröm volt, hogy ennyi néző előtt játszhattunk. Nekünk ez is egy újdonság. Talán az EB-n volt olyan, amikor azért voltak sokan. Nagyon örülünk, hogy játszhattunk. Nekik minden ilyen eltöltött ilyen csapat elleni idő az hasznos és fejleszti őket. Sikeresen mutatkoztak be az MKC új szerzeményei a találkozón. Tóth Eszter 7 gólt szerzett, Szemerei Zsófi pedig több védést is bemutatott. Én nagyon jól éreztem magam a pályán, már nagyon vártam ezt a pillanatot, egész héten igazából péntekre készültünk, meg hát ugye ez a karantén időszak is, hogy 4 hónapja nem léptünk pályára, ez is még ráadott, hogy nagyon vártuk ezt a meccset. Nagyon jó érzés volt, hát 4 hónap igazából kimaradt az életünkből így a mérkőzés szempontjából, nagyon hiányzott már mindenkinek, bár hozzá kell tenni, hogy nem ez volt életünk meccse, de hát még ugye az erőléti edzéseken van a hangsúly, még a labdás edzések azok kevésbé kerültek elő, de szépen hétről hétre egyre többet fogunk foglalkozni ezzel is. Páros kapcsolatokban, magában az egész csapatjátékban, a védekezésben azért itt sok mindenen kell javítani és fejleszteni, nem csak azért, mert vannak új játékosok, hanem tényleg mindenki elszokik ezektől a mozgásoktól, és ezeket vissza kell hozni, de hát erre van a felkészülés. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra térségünkben nem kell számítani. Mérsékelt marad a légmozgás, napközben 32 fokot mérhetünk majd. Szerdán ismét egy hideg front éri el hazánkat, megélénkül a szél. A napos időszakok mellett egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A hőmérséklet 25 fokig melegszik napközben. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most a Kérdezzen a polgármestertől című műsorunk következik. Kedden 19 órakor a Csak Zóna következő adását vetítjük, aminek vendége Pázsit Marianna, a Huszárgál Városi Könyvtár szakmai vezetője. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!